Ez egy italozós emberke. Ezt régebben készítettem, de egyedül volt, és úgy gondoltam, hogy egyedül magányos, úgyhogy csinálok neki egy társat is. Majdnem készen van. Még a lábfejét kell ráforrasztani, ide a padot, meg őt ráültetni a padra, és akkor ketten lesznek. Ha össze kellene állítani a nem hétköznapi hobbik ranglistáját, a salgótarjáni Fekete Csaba bizonyára előkelő helyet foglalna el. Csaba már több éve készít ilyen és ehhez hasonló apró szobrokat, régi elektronikai hulladékok alkatrészeiből. Hát minden háztartásba akad valami, ami rossz. Nekem az alapszakma a műszerész, tehát ebből kifolyólag amúgy is található itthon. Elspajzoltam mindig, hogy majd jó lesz valamire. Aztán most rátaláltam, hogy többek közt erre is jó. Az elsőt körülbelül 3 éve készítettem, aztán csináltam még egyet-kettőt, és ahogy telt az idő, úgy, amikor kedvem volt, mindig készítettem egyet-egyet. Egy-egy ilyen szobor megközelítőleg 30 alkatrészből áll. A mini alkotások körülbelül egy napig készülnek, a felhasznált legrégebbi alkatrész pedig akár 40 éves is lehet. Ott a pad. És akkor az emberkét ráültetem. Valahogy így, és akkor a lábát még odaforrasztom a alappanelhoz, hogy ne tudjon elmozdulni. Először láttam egy olyan alkatrészt, ami nagyon hasonlított egy gitárra. És akkor elképzeltem, hogy ebből lehetne csinálni egy ilyen kis gitáros figurát. Tehát mondom, az alapötlet a gitárnak a formája volt. És akkor elkészítettem ezt a kis figurát, ez megtetszett. Utána jött, hogy miért ne csináljak egy együttest is. Akkor megnéztem az együtteseknek a fotóit, hogy hogy néznek ki, hogy helyezkednek el, dobos, milyen dobfelszerelés, hogy néz ki. És utána tudatosan úgy választottam ki az alkatrészeket, hogy lehetőleg minél jobban hasonlítson arra a fényképre. Kell egy ilyen kaparó szerszám, szike, vagy valami kis zsebkés, egy csipesz mindenképpen, amivel megfogom. Oldalcsípő fogó elvagdosni méretre a lábkivezetéseket, meg lehet még kombinált fogó, amit egy gumival összefogok, mint egy harmadik kéz. Ehhez elég sok türelem kell, és amikor sokszor szétesik, akkor úgy félreteszem, hogy majd legközelebb, ha olyanom lesz, akkor folytatom. Kikapcsol. Mikor az embernek olyanja van, hogy szívesen foglalkozna ilyennel, akkor előveszem, el vagyok vele egy pár óra hosszát, akkor félreteszem, és mikor megint kedvem szottja hozzá, akkor újra előveszem, folytatom. A keresek hozzá való alkatrészeket, ami arányaiban meg formájában úgy jó, tehát hogy pont passzol az elképzelésemhez, azokat kiforrasztom a panelból, megmosom őket csap alatt folyóvízbe, mosószeres vízbe, hogy tiszta legyen, utána kiterítem így az alkatrészeket asztalra, hogy mégis körülbelül elképzelésem legyen, hogy majd összeforrasztva hogy néz ki. Azt lefényképezem, főleg akkor, hogyha sok alkatrészből van, hogy később, ha előveszem, akkor ne felejtsem el, hogy melyiket hova akartam tenni. Utána alkatrészlábakat méretre vágom, és akkor összeforrasztgatom. Vagy fölülről lefelé haladva, vagy ahogy jön, mindegy. Ha egy-két alkatrészt kell csak egymáshoz forrasztani, az egyszerű viszonylag, mert azt megfogom, összeforrasztom, de ha több van, akkor lehet, hogy mikor a harmadikat vagy a negyediket teszem rá, akkor a többi meg lepotyog, mert ugye szétolvad a forrasztás. Oda kell türelem. Akinek még mutattam, meg látta, az azt mondta, hogy jók, szépek, tetszenek nekik, csináljak még. Csak hát ez csinálni nem olyan egyszerű. Éhlet kell hozzá, még nyugalom. Csaba következő munkája valószínűleg egy kerékpáros lesz. Bemutatkozó kiállításon még nem gondolkozik. A szobrokat elsősorban környezete és saját örömére készíti.